Nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban, és én azt látom, hogy nagyon sokan ébrednek, ébredünk. Nagyon intenzív most az a fajta figyelem, az a fajta energia, ami arra irányul, hogy szeretnénk megismerni saját magunkat, szeretnénk megismerni a körülöttünk vagy a bennünk élő világot. Egyre többen keresnek meg, egyre több konzultációt tartok, és ugyanaz a végkifejlete mindegyik ilyen beszélgetésnek vagy eszmecserének, vagyis az, hogy az emberek szeretnének egy harmonikus állapotot kialakítani, harmonikus rendet, egységet, és valahol mindenki arra vágyik, hogy elérje az egypólust, és hát ugye én erről már nagyon sokat beszéltem az elmúlt körülbelül fél év alatt, vagy egy év alatt, hiszen bennem is folyamatosan fokozódik ez a fajta vágy vagy igény, és én is arra törekszem, hogy ezt valahogyan létrehozzam, vagy kiegyenlítsem az energiákat, amelyek működnek a világunkban, és amelyekkel tudnunk kell bánni. Nagyon érdekes, mert én beszélgetek ugye fiatalabbakkal is, idősebbekkel is, és a középkorosztállyal is, és igazából nem nagyon látok különbséget a tekintetben, hogy szinte mindenki ugyanazt fogalmazza meg, akár ugyanazokkal az eszközökkel, szavakkal, és azt érzem, hogy egy ilyen egyfajta egységet képezünk, és szerintem ez csodálatos, hogy ilyen sok rokon lélek van ezen a Föld nevű bolygón, és az is csodálatos, hogy egymásra találunk. Nagyon fontos ma az analógia, nagyon fontos az, hogy ébredjünk, és emlékezzünk a másikra, emlékezzünk az önvalónkra. Ez a két dolog szerintem a legeslegfontosabb, mert hogyha emlékszünk a saját benső önazonos valónkra, és egyben azokra is, akik hozzánk tartoznak, és valamilyen tükröt tartanak számunkra, akkor szerintem ebből már ki lehet alakítani egyfajta egységet, egy olyan közösséget, vagy egy közösségi szellemet, vagy szellemiséget, ami egy ilyen nagyon jó alap lehet. Az androgűn kutatás a számomra szinte már misszióvá vált. Nagyon sok előadást készítettem erről, nagyon sokat beszélek róla, és folyamatosan ezzel foglalkozom. Azért fontos, mert én úgy gondolom, hogy az egység alapja az mindenképpen ugye a dualitás, vagyis az a fajta kettőség, amiben most élünk. Nagyon furcsa ez a párosítás, hogy hogyan lehet a kettő mégis egy, és hogy ebből a szétszórtságból hogyan lehet újra egység varázsolni, hogyan lehet ezt a sok mindent összerendezni. Ma írtam egy olyan felvetést, amit hát lehet, hogy eddig másképpen gondoltam, vagy nem így fogalmaztam meg, de ezt mindenképpen szeretném elmondani, mert most megint egy újabb szintre érkeztem, és azt hiszem, hogy erről nagyon fontos beszélni, és ez egy nagyon-nagyon komoly ügy számomra. Azért nagyon komoly, mert bennem is folyamatosan érik ez a dolog, és most értem meg igazán ennek az egésznek a mélységét. Most érzem meg azt, hogy milyen így élni, és hogy amikor az ember kapott ajándékba valamit, egy kiváltságot, egy adományt, hogy akkor nagyon fontos lenne, hogy azzal tudjunk bánni, hogy megtanuljuk ezt az egészet kezelni. Én ma azt írtam le, hogy én úgy gondolom ma már, hogy szerintem nincs mindenkinek másik nemű megfelelője. Eddig azt is mondtam, hogy lehet, hogy mindenkinek van, bár ebben sem voltam 100%-ig biztos, viszont ma én úgy érzem, hogy ez csak azoknak az embereknek a kiváltsága, bár lehet, hogy ők már nem is igazán emberek, csak félig, és már félig valamiféle tanítók és olyan szellemi guruk, akikre igenis szükség van mai világban. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem mindenkinek a kiváltsága, és nem is mindenki fogja megtalálni ezen a Föld nevű bolygón itt, és most ebben a korszakban. Aztán, hogy később mi lesz, nem tudom, de én azt érzem most, hogy most újra magasabb szintre emeltem ezt az egész ügyet, újra előkerültek bennem olyan érzések és olyan fogalmak, és még mélyebb rástam, és még jobban megvizsgáltam ezt az egészet, hogy én azt hiszem, hogy ilyen mesteri szintű kapcsolat nagyon kevés van. De azt is megmerem kockáztatni, hogy csak egy olyan emberpár lesz, akik a tényleges androgünitást
és a tényleges egységet fogják felmutatni, és ezt bemutatni, ezt átadni mindenkinek. Nekem most van egy ilyen gondolatom. Nem tudom, hogy jól gondolom-e. Ez az érzés, megmondom őszintén, hogy ez már régebben is bennem volt, noha ezt így nem mondtam ki, bár ugye készítettem már egy előadást arról, illetve több cikket is írtam, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy új emberpár. Én ugye most nagyon sokat foglalkozom az androgűn kutatással, illetve Ádámmal és Évával, ezzel az egész történettel, és ugye az előző előadásom is arról szól, hogy szerintem Ádám és Éva egy ugyanaz a személy, vagy szellemiség, csak ugye két külön testben foglalnak helyet, hiszen ugye Ádámból lett kivéve egy rész, egy testrész, ugye ez az oldalborda, és belőle jött létre Éva, ez azt jelenti, hogy Éva nem más, mint Ádám, tulajdonképpen ők egyek, és nem is lehetne őket megkülönböztetni, csak mindig a test ugye az, ami különbséget tehet, hogyha úgy szemléljük ezt az egész ügyet. Most nem akarom újra elmondani ezt a történetet, ezt az előadást is megtalálhatjátok a többi között. Az a címe, hogy Ádám egyenlő Éva, egység szeretetben. És amiről ma szeretnék beszélni, az pontosan ez. Vagyis Isten szemével szeretném bemutatni ezt az egységet, Iker szemmel. Mert hogy én Iker vagyok. Annak is ugye a női ága, a női megfelelője, és amit én gyerekkorom óta érzek, hogy pontosan úgy élem az életemet most már majdnem 40 éve, hogy én azt érzem, hogy én valakiből kilettem véve, konkrétan a másik nemű megfelelőmből, ugye aki egy férfi, és én tulajdonképpen valamilyen szinten az ő energetikája vagyok, az ő szellemisége, az ő része, és nagyon sokszor volt olyan eset, hogy én nem tudtam egyáltalán külön választani magam tőle, vagy ettől az egész dologtól, az ő személyétől, és abszolút módon azt éreztem, hogy én ő vagyok. Ez egyébként a mai napig is így van. Természetesen nem minden pillanatban érzi ezt az ember, de mondjuk úgy, hogy az egész életemet nagyon durván meghatározta. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan bennem van ez az érzés, folyamatosan keresem és kutatom ezt az embert, akiről már tudom, hogy ő kicsoda, viszont azt hiszem, mivel hogy én így élek, és hogy ez az én életemben adódott, és hogy én ezt megkaptam ajándékként, ezért én úgy érzem, hogy kutya kötelességem erről beszélni. Nagyon sokat gondolok erre a dologra, nagyon sokszor próbálom ezt vizsgálni, nagyon sokszor megkérdezem magamtól, hogy miért pont én vagyok az, és hogy mi a dolgunk ezzel az egész, és ahogyan mondtam, én ezt nagyon komolyan szeretném venni. Én számomra ez a legfontosabb dolog, és nagyon mi tiszteletet is érzek eme állapot iránt. Ezért van az, hogy én ennyit foglalkozok ezzel, mert a legmesteribb szintre akarom emelni, és a legjobban akarom megérezni azt, hogy miről is szól ez az egész történet, és hogy mit kell ebből az egészből kihoznunk. Tehát ma azt szeretném elmondani, hogy milyen az igazi isteni szeretet, vagy a szerelem Iker szemmel, és ez is lesz az előadásnak a címe, ez fog szerepelni a headline-ban, azért, mert úgy érzem, hogy most érek el oda, hogy igazán megértsem azt, hogy miről van szó. Ugye én nagyon sokat foglalkozom toleranciával, elfogadással, empátiával, humánummal, szorgalmazom az adakozást, szorgalmazom az empátiát, a támogatást, és minden olyan ügyet, ami a szeretet szolgálatból született, vagy olyan cselekedeteket, olyan szemléletet, amelyek azt segítik elő, hogy legyünk könyörületesek, hogy vegyük észre azt, hogy milyen gond van a világban, és álljunk föl, lépjünk, és nyújtsunk segítőkezet mindenkinek, vagy azoknak, akik ezt kérik. Én azért jutottam el ilyen szintre, pontosan emiatt, mert hogy ez a dolog engem arra késztet, hogy folyamatosan tanuljak és fejlődjek. Elsősorban saját magamat szeretném megváltoztatni, ugye mindig az a lényeg, hogy saját magunkat változtassuk meg, és ne a másikat, mert a változás az egyéni ügy. A passió, a megváltás az mindig belőlünk indul, azt mindig nekünk kell végigvinni. Természetesen vannak segítők, akik segíthetnek ezen az úton, de én úgy gondolom, hogy saját magunkat kell nevelni, vagy ránevelni,
felnevelni arra, hogy igenis minden nap szembesüljünk, állítsunk magunk elé kőkemény, éles tükröket, és nézzük meg benne magunkat, folyamatosan fejlődjünk, és napról napra jobb emberekké váljunk. Az én célom is ugyanez. Az biztos, hogy ha az én életemben nincs ez a dolog, ha 3 évvel ezelőtt én nem tudom meg azt, hogy ki ez a valaki, vagy hogy mi ez az egész állapot, vagy jelenség, akkor én nem hiszem, hogy eljutottam volna idáig. Természetesen vannak olyanok, akik folyamatosan segítenek nekem, és akikkel konzultálok nagyon komoly témákról, de én hiszem azt, hogy mindig olyan emberek kerülnek mellénk, vagy olyan emberekkel beszéltük meg korábban ezt az itteni létezést, vagy azt, hogy nekünk mi a feladatunk, akikre igenis szükségünk van, és ugye ez kölcsönös, és akik hozzásegíthetnek ehhez az isteni mintához, ehhez az isteni rendhez, mert én úgy gondolom, hogy azért jövünk ide, és az életünk az tulajdonképpen ugye egy szolgálat, és azért élünk, és azért vagyunk itt most fizikai anyagban, fizikai síkon, mert szeretnénk kinevelni magunkból egy nagyon hűséges, nagyon álhatatos valakit, egy olyat, aki már nagyon hasonlatos az isteni mintához. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok ismerettel kell bírnunk. Nagyon kell tudnunk ismerni a rendet, ezt a mintát, akár Istent, és folyamatosan arról kell beszélnünk, és azt kell elmondanunk, hogy milyen ez a minta, hogy hogyan lehet elérni az egységet. Én is ezt teszem, most már elég régóta, és minden egyes előadásommal ezt szeretném szolgálni. Most már ez a 145. előadásom 1,5 év alatt, de mondhatjuk úgy, hogy még nem is telt el 1,5 év, hiszen tavaly március-áprilisában kezdtem el körülbelül, vagy talán májusban intenzíven, és ugye most augusztus van, tehát mondjuk úgy, hogy egy év és 3 hónap alatt hoztam létre 145 előadást, és mondhatjuk azt, hogy mindegyik más mégis egy. Tehát ez a 145 előadás mindegyike azt támogatja, hogy hogyan kerüljünk egymáshoz, hogyan vegyük észre az analógiát, és így próbálok az élet mélyebb rétegeibe leásni, és fölhozni onnan a kincseket nektek, azért, hogy bennetek is előkerüljenek ezek az érzések. Mostanában egyébként nagyon sok előző életbeli emlékem ugrik be, ezekről már az előző előadásokban is beszéltem, és nem csak az előző életeimből ugornak be képek és érzések, hanem a mostaniból is, az elmúlt 38 évemből. Nagyon intenzívek ezek az érzések, és ilyen nagyon mély érzelmi állapotokat élek meg, akkor is, amikor dolgozom, akkor is, amikor mondjuk megpróbálok pihenni, bár mondjuk én azt elég keveset szoktam mostanában, de megmondom őszintén, hogy ez az érzés folyamatosan végig kísér, és olyan furcsa, mert mások is ugyanezt mondják, hogy ez az év, ez rettenetesen intenzív, és valami most nagyon megnyílt, és valahogy jön így, az emberek próbálnak fölébredni, vagy már felébredtek, és egyre több ember számára fontos az, hogy igenis kialakítsuk a harmóniát, a békét, a rendet, forduljunk oda egymáshoz, segítsünk, támogassuk egymást, tehát ez a 2018-as év, ez valamit megindított. Egyébként olyan érdekes, mert hát ugye, hogyha összeadjuk a számokat, akkor ugye 11 jön ki, és a 11 az ugye egy ilyen mesterszám. Egy ilyen vezető szám, azt hiszem, a 11. Tehát, hogy ez egy ilyen vezető év. Nagyon fontos év. Nagyon fontos nagyon sok ember számára. Hiszen elkezdünk emlékezni arra, hogy milyen ez az igazi isteni valónk, hogy milyen személyekké kell válnunk, hogy hogyan tudjuk igazán kialakítani azt a fajta milliót, amire nagyon régóta vágyunk, és amiről ugye nagyon sokat beszélünk. Hát ugye én is folyamatosan ezt teszem. Nagyon fontos szerintem az, hogy érkezzünk meg belül. Ugye az előző előadásban is elmeséltem, hogy megnéztem újra a Kis Buddha című filmet. Ha tehetitek, akkor nézzétek meg, az interneten fent van teljes egészében, magyar szinkronnal, tehát nagyon jól végig lehet követni ezt a történetet. Én nagyon ajánlom, szerintem ez egy alapfilm. Hát ugye én is ezzel a filmmel kezdtem, ugye 13 vagy 14 évvel ezelőtt indultam el ugye az úton, és azóta tanulok folyamatosan, és az első között volt ez a film, természetesen, amit megnéztem, de ugye azt is elmondtam ebben az anyagban, hogy ma már 14 éves kamínó után és tanulás után teljesen másképpen szemléltem ezt a filmet, sokkal mélyebben, sokkal keményebb dolgokat
tudtam már megfogalmazni, és egyébként ugye készítettem erről egy elemzést, ezt is megtalálhatjátok, azt hiszem ez volt az előző anyag, tehát a 144. és a megvilágosodásról beszéltem, hogy számomra mit jelent a megvilágosodás. Ez nagyon szorosan összefügg azzal, amit ma szeretnék elmondani, vagyis az isteni szeretettel, az isteni szerelemmel és az ikerséggel. Mert hogy szerintem ez a négy dolog, ez ugyanaz. A szeretet, a szerelem, az ikerség és a megvilágosodás az egy. De mondhatjuk azt is, hogy a humánum is egy, a tolerancia is, nyugodtan ide sorolhatjuk az irgalom és a megvilágosodás. Sőt, az az emberpár is ide tartozik, vagy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez a fajta dolog, ez analóg. Tehát valamiért én azt érzem, amit az előbb is mondtam, hogy lehet, hogy lesz egy új emberpár, akik ilyen tulajdonságokkal bírnak, akik nagyon erős szeretet mintát képviselnek, és egyébként én azt is sejtem, hogy ők kik. Konkrétan kik azok, akik ezt meg tudják majd jeleníteni, illetve hát már most is megjelenítik, csak még nem együtt, hanem külön-külön, de hogy én valahogyan azt érzem, hogy igenis lesz egy új emberpár, akik fel fognak lépni a színpadra, a dobogóra, annak is a legfelsőbb fokára, egy emelvényre, fel fognak állni kézen fogva, és el fogják mondani azt, hogy milyen is az a szeretet minta. Ez a szeretet alap. Ugye nagyon sokféle alap létezik, nagyon sokféle program működik. Hát ugye a társadalomban is találhatunk ilyeneket, és hát nagyon sok olyan mintát hoznak létre, amivel ugye segíteni tudják az embereket. Ezek lehetnek akár ilyen hétköznapi dolgok, lehetnek olyanok is, amelyek a mindennapokhoz nyújtanak segítséget, de hát tudjuk azt, hogy nagyon sokféle terület van, amihez különféle programokat és mintákat és alapokat szerveznek azért, hogy tovább lendítsék ezt az egész ügyet, és hogy valahogyan ezt az életnevű műfajt könnyebbé tegyék. Hát szerintem ennek az emberpárnak is ugyanez lesz a dolga és a feladata, már most is az. Méghozzá az, hogy megmutassák azt, hogy hogyan lehet egyrészt egymásra találni, hogyan lehet legyőzni minden akadályt, minden félelmet, hogyan lehet együttesen, kézenfogva, toleranciával, elfogadással élni, és hogy ezt a nagyon erős szeretet mintát hogyan lehet átörökíteni. Szerintem ez a legfontosabb dolog. Azt hiszem, hogy ez a szeretet minta, ez bennünk él, el van ültetve. Erre folyamatosan emlékszünk, ezt folyamatosan hordozzuk magunkba. A zsigereinkben él, tehát ezt nem is tudjuk úgymond kikerülni, nem tudjuk lemosni magunkról, és természetesen nem is akarjuk, mert ez a vénánkban van benne. Belénk van ültetve. És van még olyan, aki ilyen, tehát van olyan, aki így él. Vannak olyanok, akik pontosan tudják, hogy most én miről beszélek. Mert ugye ezt a fajta dolgot lehet tanulni is, lehet nagyon sokat olvasni róla, de én azt gondolom, hogy az nem elég, hanem az lenne a legfontosabb, és úgy gondolom, hogy az egy sokkal erősebb ügy, ha valaki így születik, egy ilyen misszióval, egy ilyen feladatvállalással, egy ilyen szövetséggel. És azt hiszem, hogy a szövetség az ez. Tehát mi szövetsége jövünk ide, mondjuk úgy, hogy a zsigereinkben van ez a fajta szövetség, a kettő az nekem ugyanaz, és a vér az, ami kötelez. Vagy mondjuk úgy, hogy ez a szellemiség az, ami kötelez. És igen, azt hiszem, hogy kell egy új minta, kell egy olyan emberpár, akik már nem esnek bűnbe, vagy nem csábulnak el, hanem nagyon szilárdak, nagyon megingathatatlanok, és egy olyan karakán ügyet, egy olyan kontúros és egy olyan 100%-os pontos, tökéletes mintát tudnak fölmutatni és átadni, ami szerintem még nincs. Vagy már íródik, vagy már készülget, de én azt érzem, hogy ezeknek az energiáknak valahogyan mégiscsak össze kell adódniuk, mindegy, hogy hogy, de valahogyan ezt össze kell rendezni, egybe kell tenni, mivel hogy ha ez összeadódik, akkor ott lesz a pont. Az lesz az az alap, az lesz az az alapkő, az a bárka, az a szilárd egység, ami az emberiséget tudja majd szolgálni, vagyis a nagy egészet. Azt hiszem, hogy most nagyon fontos dolgokat mondok ki, és remélem, hogy akinek értenie kell ezt, azt tudja, hogy ez mi, és hogy érti, hogy miről beszélek.
Azért nagyon, vagy azért gondoltam azt, hogy ezt most elmondom, mert ez iszonyatosan fontos. Azért nagyon fontos ez most, mert hogy itt tartunk. Elérkeztünk ebbe az állapotba. Elérkeztünk oda, hogy ezt a dolgot meg tudjuk jeleníteni. Ahogyan említettem, szerintem ezt a csúcsot nem mindenki fogja elérni, és én úgy gondolom, hogy az igazi androgűn párját csak az fogja megtalálni, aki már ilyen szellemi mester, guru, aki már volt aszkéta, aki már végigment ezeken a nagyon erős stációkon, és hát van ilyen. Van ilyen, és az analógia rettenetesen fontos, hogy a szenvedésben legyünk egyek, közösek és analógok. Tehát, hogy én egyébként pont ma fogalmaztam meg azt, hogy az ember mindig önmagát keresi egy másik emberben, egy másik létezőben, a másik nemű megfelelődben, én is saját magamat keresem, és igazából erre csak most jöttem rá 100%-osan és konkrétan, noha én mindig is így éltem, de most tudom igazán megfogalmazni, hogy amit én kerestem kicsi korom óta az ez. Tehát én saját magamat akarom megtalálni egy férfiban, vagy abban a férfiban, akiről én tudom, hogy ő ki, és hogy azt hiszem, hogy ez azért egy nagyon érdekes ügy, mert hogy ilyenkor te megtalálod saját magad egy másik nemű megfelelőben. Megtalálod a férfi éned. Vagy a férfi ugye megtalálja a női énjét. Tehát, hogy mi saját magunkat keressük egy másik emberben. És amikor az pontosan, 100%-osan, hajszál pontosan megegyezik veled, akkor találtad meg az androgűn párodat, de még egyszer mondom, én úgy gondolom, hogy ezt nem mindenki fogja megtalálni, sőt, hát ugye én nagyon sokat konzultálok erről másokkal is, és nagyon sokan mondják, hogy ők is érzik azt, hogy ők nem fogják megtalálni ebben az életükben, jól érzik. Nem, szerintem sem. Azért, mert az egység, mint olyan, az szerintem még mindig egy nagyon erős ügy, még mindig nagyon nehéz út oda, és nem mindenki vállalja azt a nagyon sok lemondást, ami azzal jár, hogy ide eljussunk. Nem mindenki képes arra, hogy ennyi mindenről lemondjon, ilyen aszkéta életet éljen, ennyire kemény ügyeken menjen keresztül, mert én úgy gondolom, hogy ehhez ez kell. Ugye nagyon sokan mondják, hogy ez egy ilyen nagyon lájtos ügy, és akkor ezt nagyon könnyen ki lehet alakítani, vagy elég ilyen kis blokkokat oldani, és akkor, de nem, nem, én azt hiszem, és egyre inkább azt hiszem, és egyre inkább azt hangsúlyozom, hogy ez a legkeményebb kamino, ami nem mindenki képes végigmenni. Hát mondjuk 100 kilométert se tud senki mondjuk lefutni, vagy legyalogolni, vannak akik igen, de ott is csak azok, akik a legedzettebbek. És én pontosan erről beszélek, hogy az isteni mintát, az egységet, ez a nagyon fontos androgűn jelenséget, ez csak az fogja megjeleníteni, vagy azok, akik szellemileg már a legflottabbak, és nagyon kemény edzést végeznek minden nap, mondjuk 10, 20, 30, 40, 50 éve. Én most így gondolom ezt, és megmondom őszintén, hogy én ehhez tartani is fogom magam, mert nekem már ez a tapasztalatom. És ahogyan én érzem, szerintem lesz újra egy új emberpár, akiket nem úgy fognak hívni, hogy Ádám és Éva, de majdnem. Viszont ők már egy teljesen másfajta mintát fognak tudni felépíteni, és szerintem ez lesz az új világrend, vagyis az új Éden alapja. Ők lesznek azok, akik az új Édent fogják megnyitni előttünk, de ott is csak azok előtt, akik nagyon sokat fejlődtek. Humánumban, irgalomban, hát ugye ez a tudati éden, van egy ilyen előadásom is, hogy a tudati édent hogyan lehet elérni, és mi kell ehhez. És én úgy gondolom, hogy ezt el fogjuk tudni érni, ugyan még nem most, de nagyon haladunk e felé. És pontosan ezért nagyon fontos az, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen is ez az isteni minta, mivel hogy ebben már ez fog létezni. Aki még az alapokat sem rakta le, vagy az alapokat sem tanulta meg, és nem is hajlandó, mert vannak olyanok, akik nem is akarnak tanulni, fejlődni, csak késztermékeket akarnak kapni, hát az úgy nem fog menni. Ebben 100%-osan biztos vagyok. Ők szerintem itt fognak maradni, és addig fognak újra és újra leszületni, amíg ezt meg nem tudják oldani. Egyébként ez ránk is ugyanígy jellemző. Szerintem ez alól senki sem kivétel, az más dolog, hogy vannak olyanok, akiknek most már elvileg ez az utolsó leszületésük, és hát ugye nagyon-nagyon sok függ attól, hogy most ebben az életminőségben, ami ugye egy feladat, mit tudunk megoldani. Mert ugye én úgy gondolom, hogy az élet az feladat. Én úgy gondolom, hogy mi azért jövünk ide, hogy szolgáljunk, hogy ugye egy ilyen missziót vállaltunk. Ez a feladatvállalás, vagy ez a fajta vágy, hogy mi most ugye szolgálattal éljünk,
erejünk, ez annyira erős bennünk, hogy hát megtestesültünk fizikai formába, és lejöttünk, eljöttünk ide újra. Ma újra megosztottam az Ádám Egyenlő Éva című anyagot, és azt írtam, hogy ez az előadás azoknak szól, akik nem csak úgymond csöpögni akarnak az ikerség, vagyis a dualitás témájában, hanem komolyan szeretnének elgondolkodni arról, hogy mit jelent az egység fogalma, és hogy ez milyen felelősséggel jár. Mert ugye ez nem egy ilyen habos-babos történet, rózsaszín plüss nyuszikkal, ahogyan sokan gondolják, meg szívecskés keretekkel, hanem kőkemény szembesülés. A mai kor embere szerintem nem tud igazán szembesülni, hiszen képtelenek vagyunk szembenézni saját magunkkal, így a másik nemű megfelelőnkkel. Szerintem nincs mindenkinek másik fele, vagyis androgün párja, csak azoknak, akik magas szinten járnak, mesterek, profik, bölcs, guruk, munik. Nem hiszem, hogy mindenki tart már itt, sőt. Nekem az a tapasztalatom, hogy ez nagyon kevesek kiváltsága, és a többi az egyfajta önáltatás. Aki nem fejlődik, aki nem tesz ezért semmit, nem fogja elérni ezt az állapotot. A szétválás arra tanít, hogy humánumban és elfogadásban fejlődjünk. Értsük meg azt, hogy miről szól az is, te, éni szeretet. Ugye Ádám és Éva egyek, nincs különbség kettejük között, mert egy mintából származnak. És itt mindig az energetika, vagy az elgondolása fő, nem az anyag, nem a test, nem a matéria. Mi egymásból jövünk, és egymás felé tartunk, mert ez az éra ezt kívánja meg. Sokáig éltünk szétszakítva, de ez nem lesz mindig így, csak addig, amíg el nem érjük a legmesteribb szintet, tudatilag, erkölcsileg. A másik, aki ugyanúgy te vagy, tanulásra és fejlődésre ösztönöz. Alkotásra, önvizsgálatra. Ez a jelenség ezért jó. Az ikerségnek mindig az a célja, hogy egy helyre rendezzük az analógiát, vagyis hogy rendezzünk, ha sokból egyet, egységet kovácsoljunk. De ehhez ismerni kell az összetevőket, a részeket, mert mit rendezel egybe, ha azt sem tudod, hogy miből épül fel ez az egész minta. Ehhez hit kell, Istenről való ismeret, tudás, vágy, elköteleződés és hűség, valamint alázat, mély benső fejhajtás. Ki az, aki így él? Ki az, aki nem gyárt különbözőséget? Ki tud úgy tekinteni Ádámra és Évára, hogy ők ugyanazok? Ki tud szembenézni a múlttal és felvállalni minden egyes momentumát? Ki az, aki nem fél, hanem egész? Hát azt hiszem, hogy ez nagyon elgondolkodtató. És szerintem ehhez a dologhoz annyi minden kell, hogy ezt nem tudjuk megoldani néhány perc alatt, de néhány év alatt sem. Aztán ma írtam egy olyat is, hogy számomra az a felnőtt, aki humánus, aki adakozó, aki empatikus, cselekvő, irgalmas. Aki cserben hagy, aki őszintétlen, vagy nem segít másoknak, nem nőtt még fel az én szememben. És mindegy, hogy hány éves az illető. Szerintem humánumot lehet és kell is tanulni. Ez lenne egy globális minta, vagyis az alap. Ez lehetne az a tétel, az az első tétel, amit már egészen óvodás korban is el lehetne ültetni mindenkiben. Az adakozást is érdemes gyakorolni, valamint az egyenlő energiaelosztást. Ez mind összefügg azzal, amiről beszélek, hiszen az új emberpárnak utat kell mutatnia. Ő nekik az lesz a dolguk, hogy egy nagyon erős szeretet mintát tárjanak elénk, és ők már 100%-osan ebben legyenek, ebben éljenek, tudják azt, hogy ez miről szól. Mert ha nem tudják, akkor mit adnak át? És szerintem erre nem mindenki képes. Én úgy gondolom, hogy csak egy ilyen van. Egy ilyen van, egy ilyen pár van, és ők már elindultak az úton, biztos vagyok benne, hogy ők lesznek a vezetők. És természetesen lehetnek kisebb vezetők, és lehetnek olyanok is, akik hasonló energetikával élnek, de szerintem ők lesznek azok, akik a legmagasabb szinten foglalnak helyet, és ők fogják átvenni az irányítást. De ők nagyon humánusak, és nagyon figyelmesek, és nagyon tudják, hogy mit és hogy, és azt hiszem, hogy amit eddig tettek az elmúlt évtizedekben, az mind hozzásegít ehhez a dologhoz, vagyis az isteni mintához, tehát tulajdonképpen ők az isteni szeretetet mutatják be iker szemmel. Tehát, hogy ugye én így vizsgálom ezt a fajta dolgot, és akinek ilyen a hite, akinek ilyen a beállítottsága, és aki így él, ilyen irgalommal, hát az az embernek a másik nemű megfelelője, vagyis amit említettem, ő saját maga, csak egy másik testben.
Tehát mi ugyanazok vagyunk. Hát ez nem kérdés, szerintem ezt már lehet tudni, ezt az ember érzi. Egyébként az ember mindig abba szerelmes, aki őt mintázza, mert te mindig saját magadat véled felfedezni egy másikban, és mondjuk úgy, hogy te tulajdonképpen mindig önmagadba leszel szerelmes, abba valakibe, aki téged mintáz. Ez ennyire egyszerű. Mert ugye szer elem az azt jelenti, hogy egy. A szer az azt jelenti, hogy Isten mindenben a törvény, vagyis egy. Az egység. Tehát itt az egységről való gondolkodás, az egység eleme, az, amit te létre szeretnél hozni, vagy amit te el akarsz érni, vagy át akarsz élni egy másik emberrel, de ezt csak úgy tudod átélni és átérezni, ha az az ember tökéletesen ugyanaz a rendszer, mint te vagy. Istent adom át neked. Ez a lényeg, a szerelemnek ez a lényege. Hogy átadod ezt a fajta az érzést, az Istent egy másik valakinek, aki ugyanolyan, mint te, de szerintem ezt csak annak tudod igazán átadni, aki a másik nemű megfelelőd, aki az igazi androgűn párod. Mert ugye lehet próbálkozni, meg az embernek nagyon sok próbálkozása volt, de hogy ezek nem működnek sokáig, mert hogy nem a valós másik nemű megfelelőddel, vagy nem az, akivel ezt a mintát hordozod. Mert ezt a mintát, egy azonos mintát, azt két emberbe ültette el Isten. Tehát ugyanazt a mintát ültette beléd, mint amit belém. Ez most annak szól, aki az én másik nemű megfelelőm. Tehát nem tudom, hogy ezt így lehet. Szerintem ez így érthető. És nem mindegy, hogy ez a minta, ez milyen. Ezt kell egyeztetni. Ennek egyébként a rezgés szintje is szerintem megegyezik, tehát hogyha ezt lehetne mérni frekvenciába, sőt, hát ezt lehet mérni természetesen, akkor ott a pont, mert akkor ott azzal lehet bizonyítani, hogy két ember tényleg valóban egymás androgűn párja, avagy nem, és hogy valóban ebből az isteni mintából származnak, avagy nem. Tehát ezt meg lehet mérni. Rezgés szintet kell mérni, frekvenciát, ennyi a lényeg, és akkor, ha ez megvan, akkor ott ezt lehet egyeztetni. Ezt le lehet ellenőrizni. Tehát itt, mert ugye nagyon sokan azt mondják, hogy hát ez ugye nem látható szemmel, meg hogy dehogy is nem. Hát ezt lehet mérni. Ezt akár bizonyítani is lehet, de hát ugye nekünk nem az a dolgunk, hogy bizonygassunk, hanem az, hogy ezt a mintát elültessük, elmondjuk azt, hogy milyen ez az Isten elem. Milyen ez az isteni alap? Milyen ez a szeretet egysége? És hogy hogyan kell a szeretetet ikerszemmel nézni? Hiszen az ikerszem mit jelent? Az ikerség mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egységesítesz. Azt jelenti, hogy nem gyártasz különbözőséget. Azt jelenti, hogy mindent egységben, egységében szemlélsz. Hogy irgalmas vagy. Hogy toleranciával élsz. Hogy számodra az a fontos, hogy mindenkiben megtaláld az egyet, és hogy ezt a dolgot felmutasd, elültesd, és hogy ápold. Azt hiszem, hogy mi ezért jöttünk ide. Én úgy gondolom, hogy az én feladatom is egyébként ez, tehát ahogy haladunk előre így az időben, egyre inkább jövök arra rá, hogy mi is ez az egész, és hogy az a legfontosabb, hogy a te plusz én az analóg legyen, mert abban jelenik meg Isten. Egyébként pont egyik nap meséltem valakinek arról, hogy milyen is ez a élmény, vagy hogy mit érezhet az ember akkor, amikor ezt az egységet, vagyis az Istent megjeleníted, ezzel a nagyon magas fokú szeretet energiával. Ez egyébként olyan, hogy kilépsz az időből, és nem érzékled az időt, tehát mondjuk egy ölelés az lehet eltartott 25 percig is, de mondjuk te azt egy másodpercnek érzékeled, és a fizikai valóságban maga a mozdulat, hát ugye az ölelés az ugye, hát nem tart olyan túl sokáig, hát attól függ természetesen, de most vegyünk egy ilyen egyszerűbb ölelést, vagy egy alapölelést, ha lehet ezt így mondani, hogy átölelsz valakit, az ugye egy mozdulat. Átöleded 1-2-3, és akkor ennyi. Viszont ezt átélheted úgy is, hogy közben 25 perc telik el. Ilyenkor lépsz be Istenbe. Megjelenítted őt. És ugye ő időtlen, ott nincs idő. De ezt már csak a legmagasabb fokú szeretett állapottal lehet létrehozni, akkor, hogyha te egyrészt ilyen rezgés szinten születtél, mert ugye nem mindenki születik a legmagasabb szinten, és ha te mondjuk mester vagy, és tanító vagy, és guru vagy, és ebben fürdesz egész életedben, és kőkeményen tanulsz, vagyis ilyen jógi vagy, mert mondjuk én is ugye így élek folyamatosan, tehát most már 14 éve ilyen életet élek, sok lemondás, és tanulok kőkeményen, és ugye fejlesztem az elmémet, vagy a szellemiségemet, és emelem a tudatszintemet, és folyamatosan azért teszek, és küzdök minden másodpercben, hogy ezt a dolgot megjelenítsem, és hogy elérjem, mint Siddhartha. Tehát ugye ő igazából ő is ugyanezt akarta elérni,
vagy legalábbis hasonló dolgot. Ugye az ő nevének ugye az a jelentés, hogy aki a célját elérte, hát ugye a Buddha pedig azt jelenti, hogy megvilágosodott személy. Ugye a megvilágosodásról is én nagyon sokat szoktam beszélni, hogy a megvilágosodás az számomra ezt jelenti, tehát szerintem szeretetben kell megvilágosodnunk ebben az isteni egységben. Tehát a megvilágosodás az ez. Vagy mondjuk úgy, hogy könyörületességben és irgalomban kell megvilágosodnunk, és szerintem ez a csúcsok csúcsa. Amikor már itt tartasz, amikor már itt vagy, akkor meg tudod jeleníteni ezt az állapotot, és egyébként a másik feled is ugyanilyen. Hát ha ugyanilyen, akkor ő az, ha nem, akkor nem. Tehát az a lényeg szerintem, hogy mi egy síkra terelődjünk, mármint egy ilyen rezgés szinten legyünk. Ahogyan mondtam, szerintem ezek a mesterek jöttek a legmagasabb szinten, tehát ők nagyon nehezen bírják ezt az anyagi létet, a fizikai formát, ugyanúgy, ahogyan például én is, és nagyon nehézkes nekik ez az anyag, nagyon abszurd ez a mai világ, de hát ugye mi tanítani jöttünk ide. Nekünk az a célunk, vagy az a feladatunk, hogy utat mutassunk, és hogy ezeket a mintákat feltárjuk, és hát ugye ezt mi tesszük is, ki a maga eszközével. Mindenki azzal, amilyen képességet vagy tehetséget kapott. És a művészet, vagy a művészeti ágak, azok pontosan erre valóak. Én azt gondolom, hogy minden művészeti ág arra való, hogy ezt az isteni rendet, ezt az isteni harmóniát valahogyan megmutassuk, hogy így átáramoljon, így keresztül áradjon rajtunk, és tulajdonképpen ugye mi eszközök vagyunk. Én eszközként tekintek magamra, egy olyan szolgálattevő ember vagyok, vagy egy lény, aki mint egy jó eszköz, vagy mint egy jó toll, vagy mint egy közvetítő, vagy mint egy beszélő, egy előadó, közvetíti ezt az isteni mintát, átadja, tehát átfolyik rajtam, és én, mint egy tiszta csatorna, ugye hát a méda is ezt jelenti, hogy közvetítő csatorna, átfolyik rajtam, és én csak átadom ezt az isteni mintát. És a művészeti ágak, ezek erre jók. Tehát a művészeti ágak és minden egyes ilyen cselekedet, vagy alkotás, és akár ihlet, vagy inspiráció, ez mind innen származik. Ezeket a jeleket ugye mi nagyon jól fogjuk. Mi ezeket alakítjuk át. Jönnek ezek az érzések, ezek az érzelmek, és beletesszük abba a művészeti ágba, azokba a területekbe, amelyekhez ugye tehetséget és tudást kaptunk, mert hát ugye az sem öncélú, hiszen azért kaptunk tehetséget, hogy másokat szolgáljunk. És azt hiszem, hogy ennek az emberpárnak is pontosan ez a dolga. Ők a legmesteribb szolgálók, és ők ismerik a leginkább a világot, és azt, hogy hogyan épül föl ez az egész, ezt az egész felépítettséget. Ők nagyon jól látnak, nagyon jól figyelnek minden egyes momentumra, minden egyes részletet ismernek, ismerik a törvényszerűségeket, ismerik az isteni mintát, és hordozzák magukban ősidők óta, és folyamatosan azt érzik, egy olyan készítés van bennük, hogy ezt megjelenítsék, hiszen én is ezt teszem most már nagyon régóta, és hát igen, tehát nem csak én. Nagyon-nagyon érzem már ezt a dolgot egyébként, nagyon sokat beszélünk most erről, nagyon sokat kutatjuk, nagyon sok ilyen konzultációm is volt, meg magánbeszélgetéseket is folytattam az elmúlt napokban, 2 napig csak ilyenekről beszélgettünk, és nagyon érik bennem ez a dolog, nagyon kontúros, egyre kontúrosabb, egyre élesebb ez az egész, és egyre inkább érzem és átélem azt, hogy igen, és tudom, hogy mit kell tennünk, és hogy miért vagyunk itt, és hogy miért kaptuk meg, és hogy nekünk ezzel dolgunk van. Tehát, hogy amit én nagyon sokszor hangsúlyozok, hogy az ikerségnek nem az a célja, hogy te ilyen lávban fürödj, és ez nem egy ilyen gics, ez nem arról szól, hogy... Tehát itt nem elsősorban a szerelem a fő, nem a szerelem a lényeg, fontos, a szeretet, a szerelem, meg minden természetes, de nem ez a cél. A cél az teljesen más. A cél a szolgálat. A cél az, hogy te ezt a dolgot azért kaptad, vagy azért létezik maga ez a jelenség, hogy te adj. Hogy te adakozó legyél. De ugye nem csak anyagiakkal lehet adakozni. Itt az adakozást arra értem, hogy adj magadból. Adj a tudásodból, a szeretetedből, az ismereteidből, azokból az információkból, amiket te kapsz, amiket átélsz. Adj a tapasztalataidból, mutass utat, vezesd az embereket, segíts a tekinteteddel, a jóságoddal, a szereteteddel, legyél ott a jelenléteddel, ez a jó szó, tehát a jelenléteddel segíts. Azzal, hogy mi most itt vagyunk, azzal segítünk, és egyébként most az jut eszembe, hogy volt egy mese. Ezt már szerintem többször elmondtam. Ugye gyerekkoromban rengeteg ilyen meselemezt hallgattam. És volt egy olyan, amiben
nagyon erősen bennem él ez a mondat. Egyetlen egy mondat, de annyira erősen belém ivódott, és egyébként ezt macik mondták, tehát hangsúlyozom, két maci mondta ezt, akik egy helyre kerültek, mert ugye hát nagyon nehéz a maciknak egy helyre kerülniük, de nekik sikerült. És két maci mondta azt, hogy mi azért jöttünk, hogy segítsünk. Azért jöttünk, hogy segítsünk. És egyébként most döntöttem el, hogy két maci lesz ismét ennek az anyagnak az elején. Egyébként ez ugye ez egy nálam most már egy ilyen szimbólum, már többször lehet látni az előadásokon. Ugye az egyik egy rózsaszín maci, a másik meg egy kék maci, és ugye így egymás mellé raktam őket. Ugye egységet képeznek, hát attól függetlenül, hogy az egyik ugye rózsaszín, azaz női testben van, a másik kék, azaz férfi testben van, de hát én így próbálom ezt ugye vegyíteni. Mert folyamatosan az a célom, hogy ezt valahogyan így, hát igen, hogy ezt valahogyan vegyítsük össze, és mossuk össze a nemiséget is, mert hogy mindenkiben bennem van mindkét faj. A principium bennem is, tehát én abszolút marha jó példa vagyok arra, hogy bennem mind a két fajta energia bennem van, tehát én nem mondom magam csak szimplán nőnek, hát női testben vagyok, az egy dolog, de egyébként arról is akartam ma írni, neked sokat beszélek arról, hogy attól, mert valaki női testbe születik, az még nem biztos, hogy nő. Vagy nem biztos, hogy 100%-osan ezt a női nemiséget, vagy ezt a női energetikát fogja mintázni, és egyébként szerintem soha nem azt kell nézni, hogy ki milyen testbe bújt, mert az egy dolog. Mert lehet, hogy az előző életemben nem ilyen testbe voltam, sőt, lehet, hogy a következőben, ha lesz következő, akkor megint nem ilyenbe leszek. Tehát, hogy ez most csak egy valamiféle adottság. Tehát valamiért ez van. Tehát ugye ezzel is feladata van az ember. Hát igen, tehát nyilván ki lehet találni, hogy mi, de hogy nem a testeket kell firtatni soha, hanem az energetikát, hogy ki milyen energiával bír. Mert hogyha te neked másfajta az energetikád, akkor, hát akkor itt más dolgokról beszélünk. És ugye, hát ugye ezek a macik is ezt jelképezik nálunk, hogy egységesítsünk. Én nekem folyamatosan ez a célom kicsikorom óta. És hát igen, tehát hogy ez lenne a fontos, hogy ezek a macik egy helyre kerüljenek, vagyis az analógia egy helyre kerüljenek, és hogy akik ilyen misszióval érkeztek ide, akiknek az a dolguk, hogy segítséget kell nyújtaniuk, azok ezt tegyék meg. Hát tesszük. Tehát, hogy ez a két maci azt mondta, hogy ők azért jöttek ide, hogy segítsenek. És igen. Igen. Tehát, hogy én ezt például már gyerekkorom óta tudom, 10-12 évesen én ezt már le is írtam, hogy ez lesz a feladat. És egyébként ez az isteni minta. Tehát, hogyha mi Isten szemével akarjuk nézni a világot, és úgy akarunk erre az egészre tekinteni, és egyébként úgy is akarunk működni ebben az életben, vagy hát abban, amiben most vagyunk, vagy amilyen történetnek, vagy amilyen érának most a részesei vagyunk, akkor szerintem ezt így kell nézni, így kell erre az egészre tekinteni. Ez lenne a legfontosabb egyébként, hogy így tápláljuk egymást, mert hogy mi Isten arcai vagyunk. De totálisan, és ez az arc, ez közös. Én egyébként erre jöttem rá, hogy az arc az közös. Hogy az én arcomban benne van a másik arca, és az ő arcában benne van az enyém, és hogy igazából, hát olyan érdekes ez az egész, mert hogy ezt az ember ezt folyamatosan érzi szerintem, én is folyamatosan érzem, egyfolytában, egyre erősebben, egyre durvábban, és mindig is így volt, tehát hogy az a furcsa, hogy bennem folyamatosan van egy ilyen érzés gyerekkorom óta, és hogy ez állandó, és mindig ugyanarra irányul. És lehet, hogy voltak mellettem sok kapcsolatom volt, de én mindig ugyanazt az érzést éreztem, ezt a hiányt, vagyis hiába volt mellettem valaki, vagy hiába éltem együtt valakivel, nekem mindig hiányzott valaki, de nem az, akivel együtt éltem. Tehát ez nagyon érdekes. De erre csak az ember most jön rá. Vagy én legalábbis most jöttem rá, 38 év fölött, most dereng fel ez az egész, akkor is éreztem, de nem tudatosan tudtam, vagy nem tudatosan éreztem, hanem csak azt éreztem, hogy nem ezt az embert keresem, és ugye hát ebből sok fajta volt. És mert az ember ugye próbálkozik az egész életében, én is próbálkoztam fiatal korom óta, és hát voltak kapcsolataim, de mindig ugyanoda lyukadtam ki, hogy nem ez az, amit keresek. Ez nagyon durva. És egyébként én már úgy vagyok vele, hogy én már nem keresek. Pontosan azért, mert hogy úristen, megint deja vu-m van. Szóval, hogy nem azok voltak. És ezért én értelmetlennek látom már ezt a dolgot. Mármint azt a fajtát, hogy az ember áltassa magát, és olyan mintákat, vagy olyan ügyeket kreáljon, vagy vonzon magához, ami nem az övé. Nagyon durva ez az ügy. Nagyon durva, azért durva ez az egész, mert hogy ez az egész életét meghatározza az embernek, az enyémet is. Tehát én tulajdonképpen 40 éve úgy így élek.
40 éve, majdnem 40 éve, és nálam ez folyamatos, ez az érzés. Folyamatos, és szerintem ezt az érzést, ezt előző életeinkből hozzuk, vagyis ez az érzés, ez már korábban is volt, én úgy érzem, úgy gondolom, mert hogy nekem vannak korábbi emlékeim, és én pontosan tudom azt, hogy ezt az érzést átörökítettem ide, és most is ugyanazt keresem, vagyis ezt az érzést akarom megjeleníteni fizikai formában, de eddig még nem találtam meg, mert akikkel eddig találkoztam, vagy akikkel eddig együtt éltem, ők nem töltötték be ezt az érzést, ez a jó szó. Csak mondjuk részben. Mert nyilván azért él együtt valakivel az ember mondjuk pár évig, vagy teljesen mindegy, hogy meddig, mert részben betölti, de soha nem 100%-osan. 100%-osan senki nem tudta eddig még betölteni, soha. Soha. Részek voltak. 20%, 30%, nem tudom, de azt mondom, hogy lehet, hogy még olyan se volt, akire azt mondom, hogy na ez már ilyen 50%, nem volt. És ezt egyébként csak ennyi tapasztalat után érti meg az ember, egyébként ezért kell ez a sok tapasztalat szerintem, vagy lehet, hogy ezért kell az, hogy az ember ennyi mindent kipróbáljon. Most ez lehet, hogy furcsa hangzik, de az is lehet, hogy nem. Mert egyébként én azt szorgalmazom, hogy az a jó, amikor az embernek van tapasztalata, és ehhez szerintem igenis kell a sok kapcsolat. Azért kell, hogy sok kapcsolatunk legyen, mert úgy jobban fogod tudni, hogy mi az, amit te keresel, úgy sokkal élesebb lesz ez az ügy, és sokkal... Hát ez lesz a legfontosabb, az biztos, és annyira nevel, és annyira felnőtté tesz ez az ügy, hogy ilyen felnőtt még soha nem voltam. Pedig már sokszor hittem azt, hogy 20 éves koromban, és hogy én már felnőtt vagyok, és mondjuk, ha az ember így ilyen komolyabb párkapcsolatban él, és akkor, mit tudom én, lakást vesz, vagy összeköltözik, és jó munkája van, felelősségteljes munkája, és egyetemre jár, és húha. Tehát, hogy ilyenkor az emberben van egy ilyen érzés, és bennem is volt 20 évesen, hogy hú, hát én most már nagyon felnőtt vagyok, most már oké, minden, és most már el tudjuk kezdeni a felnőtt éveinket, aztán rájössz, hogy nem. Azért szerintem, mert hogy nem az analógiát jelenítetted meg, és én azt gondolom, hogy az analógia, az egység, mint olyan, a rendezés, mint olyan kovácsol felnőtté. Ez viszont az kell, hogy előtte sok mindent láss és tapasztalj. Én azt hiszem, hogy az érettséghez ez elengedhetetlen. Ahhoz, hogy az ember érett legyen, nagyon komoly, nagyon flott, és nagyon tökéletesen, és 100%-os, és nagyon pontosan, és nagyon éretten érkezzen, ahhoz az kellett, hogy ennyi mindent átéljünk. Mint mondjuk, amennyi mindent én is átéltem. Mert hát nem titok, hogy nekem nagyon tömény volt az életem eddig, tehát én annyi mindent éltem át az elmúlt 20 év alatt, mint mondjuk egy 80 éves ember. Tehát nekem annyi a tapasztalatom. Rengeteg, tehát nagyon sok. Tehát én annyi mindent láttam már, mivel a szakmám miatt is, ugye, hogy riporter vagyok, és 20-valahány éve ezt művelem, és 1000 millió helyen megfordultam, és 1000 millió emberrel interjúztam, és testközelből, és sok-sok 1000 emberrel találkoztam, beszélgettem, figyeltem, és kutattam, és nagyon sok ilyen interakcióm volt, és mindenféle forma, tehát azt mondom, hogy én már mondjuk úgy, hogy nagyon-nagyon sok mindent már átéltem a palettának majdnem az összes színét, vagy mondjuk úgy, hogy nagyon sok színt kevertem, vagy használtam, és hát igen, szóval, hogy ez szerintem nagyon fontos ahhoz, hogy az ember igazán Isten szemével tudjon látni, vagyis az egység szemével. Mert ilyenkor érted meg azt, hogy mindenkinek ugyanaz a vágya, az öröme, a fájdalma, amikor azt látod, hogy hiába találkozol több ezer emberrel, hiába élsz együtt, akármennyivel, mindenki ugyanazt keresi, mindenkinek ugyanaz a vágya, de nem tudom, hogy mindenki eléri-e. Nem tudom, hogy mindenki eljuthat-e ide. Viszont azt igen, hogy én belül rengeteget fejlődtem, rengeteget változtam. Köszönhető ez annak is, hogy ez a jelenség van az életemben, és hogy nagyon sok mindent felszínre tudtam hozni, és hogy folyamatosan azért dolgozunk, és azért teszünk, hogy nagyon sok embert ide segítsünk. Nagyon sokan vannak, akik már elindultak az úton, nagyon sokan vannak azok, akik már haladnak a mesteri állapot felé, és ugye én is azt szorgalmazom az elemzések által, ugye már tananyagokat állítok össze személyre szabva, hogy igenis segítsem őket ahhoz, hogy elérik ezt a szintet, ezt a mesteri szintet, de azt mindig elmondom, hogy ez nagyon sok idő, tehát hogy sok-sok év tanulása, és rengeteg lemondással jár. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az isteni szerelem
az isteni szeretet az ilyen. Ez a minta. Egy egységes minta. Egy ilyen, olyan minta, ami már nem inog meg, ami teljesen 100%-os. Az olyan, mint, most az jutott eszembe, hogy olyan, mint egy ilyen kirakós játék. Ugye ti is biztosan ismeritek a puzzle játékot. Tehát ez olyan, mint amikor, vagyis hát ugye nem is játék, amikor van egy képed, és akkor így rakosgatod ki ugye ezekből a kis darabkákból ezt a képet meg akarod jeleníteni, és ezt így szépen, úristen, tehát szépen sorban az S meg az S betű, az nekem nagyon nem megy, főleg, ha egymás mellett van a kettő. Szóval, hogy szépen sorban rakosgatod ezeket a darabkákat egymás mellé, és próbálod összeilleszteni, és ez az illeszkedés, ez rettenetesen fontos ma az, hogy kiegyenlítsünk, hogy illeszkedjünk, hogy passzoljunk egymásba, de nem úgy, vagy úgy is akár, nekem mindegy, hogy ki hogy gondolja, de én az illeszkedést elsősorban nem nemi értelemben értem, meg nem testi kontaktusba, bár az is rettenetesen fontos, hanem úgy, hogy szellemileg illeszkedjünk, hogy lelkileg illeszkedjünk, hogy tudatilag illeszkedjünk, hogy empátiában, humánumban, mert szerintem humánumban is lehet illeszkedni. Hát az a lényeg, hogy egy dologról beszéljünk, az a lényeg, hogy ugyanazt képviseljük, hogy ugyanaz legyen a hitünk, a missziónk, a feladatvállalásunk, és hogyha az ugyanaz, akkor ott a pont, akkor ez a dolog megáll, és akkor te létre tudod hozni ezt az isteni szeretet mintát ikerszemmel. Ha te ikerszemmel vizsgálsz, ha te analógiát kutatsz, ha az egyformaságot akarod létrehozni, és ezt képviseled, és azért küzdesz, hogy igenis ezt a harmóniát mindig és mindenféle képpen megtestesítsd, akkor szerintem jó úton járunk. Jó úton járunk. Nagyon jó úton járunk. És ahogyan mondtam, ez az év, ez nagyon fontos, ez az év, ez nagyon felteszi a pontot az íre, vagy mondjuk úgy, hogy felteszi a koronát, de még szerintem a korona az nincs a fejünkön, tehát ezt jelképesen, vagy szimbolikusan kell érteni, nem konkrétan, semmi esetre sem, hanem én a koronát azt arra értem, hogy szerintem az akkor fog a fejünkre kerülni jelképesen, hogyha megállunk szeretetben, és már nagyon magas szinten műveljük ezt az egészet, és rettenetesen mély alázattal és humánummal élünk. És annyira fejet tudunk hajtani, mint például Kalkuttai Szent Teréz. Tehát nekem mindig Teréz anya jut eszembe, valamiért nem tudom, hogy miért. Én sok filmet láttam róla, és mindig valamiért az jut eszembe, hogy ő ahogyan fejet tudott hajtani, és ahogyan a szegényeknek támogatást nyújtott, és ahogy felkarolta őket, és amilyen mély benső fölhajtása, fejhajtása ért, és ő valóban le tudta hajtani a fejét. Tehát, hogy szerintem ez a legfontosabb, hogy így éljünk. És hogy ez tényleg így is érezzük. Tehát ne csak beszéljünk róla, hanem hogy tényleg ez így is legyen. És azt hiszem, hogy ilyenkor fogunk megérkezni, de ahogyan mondtam, szerintem ehhez iker minőség kell. Tehát az a lényeg, hogy nagyon sok ilyen egyformaság adódjon össze, mert akkor az energia az újra összeadódik, újra egységes lesz, és ezzel a egységes energiával már nagyon sok mindent fogunk tudni létrehozni. Sokkal több és nívósabb szeretetet tudunk adni, mert szerintem az a legfontosabb, hogy ez minőségi legyen, tehát, hogy mi azt az állapotot mutassuk meg, ami a legminőségibb változat. Mi ezért jöttünk ide. Nekünk ezt kell szolgálnunk, nekünk ez az életünk, mi ezért kaptunk életet, ezért kaptuk meg ezt a lehetőséget, hogy szolgáljunk, és szerintem, aki ilyen, az örömmel tesz, és annak ez a boldogság. Én úgy gondolom, hogy aki már tart itt, az pontosan felismerte, hogy számára az a boldogság, ha adhat, és tudja azt, hogy milyen csodálatos az, amikor ezt te megkapod ajándékba, hogy te, hogy kiváltságként tekintesz arra, hogy te kaptál ilyen lelkületet, vagy ilyen szellemiséget, és hogy te így élhetsz. Számomra ez a legcsodálatosabb ajándék, ez az, ami a legfontosabb, hogy ilyen ember lehetek, vagy ilyen emberré válhatok, hogy nem önzően élünk, hogy nem úgy, hogy birtoklunk, hogy szerzünk, hanem hogy felemeljük a többieket, és észreveszük azt, hogy mennyire tevékeny, vagy tevőleges emberekké válhatunk, és hogy mennyi embernek tudunk segíteni, hogy ez maga az ajándék, ez a legfontosabb dolog az életünkben, ez a legcsodálatosabb kiváltság, vagy ez a legszebb dolog, amit kaphatunk, hogy ilyen emberekké válhatunk. Hát én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, és én azt gondolom, hogy az isteni szeretet mint az ilyesmi lehet. De lehet, hogy csak kapizsgálom ezt az egészet, és lehet, hogy még én sem tudom 100%-osan, hogy ez milyen, de már érzem, de már ott vagyok, és úgy gondolom, hogy ez az életünk értelme, és hogy igenis, hogy ezt kell tenni. Ez a cél, ez a fő dolog, ez a fő ügy. Hogy őt mintázzuk, ezt a szeretet mintát
ültessük el. És legyen olyan ez az egész itteni létezésünk, vagy ez a Föld nevű bolygó, tényleg mint egy kirakós játék, és ezek a kis darabkák pedig minden darabka legyen szeretet, vagy szeretetből jöjjön létre, vagy tartalmazza azt, és illesszük egymás mellé, és előbb-utóbb ki fogjuk tudni rakni a nagy egészet. Én nagyon-nagyon hiszek ebben, különben nem csinálnám azt, amit csinálok most már elég régóta. Tehát, hogy ez lenne a legfontosabb dolog, és szerintem ez a megvilágosodás, amikor már valaki eljut ide, mert megvilágosodni csak szeretetben lehet. És így fogjuk elérni a célunkat, mert szerintem a célunk az ez. Ez a célunk. Az irgalom átadása, vagy megmutatása. És másoknak a felemelése. És ez nagyon munkál bennünk, ezt nagyon jól érezzük, ezt hozzuk régóta szerintem, vagy régről hozzuk. Ez mindig is bennünk volt, és szerintem bennünk is marad, és fel fogunk tudni építeni egy új Édent, ami szerintem tudatállapot, de akkor is létre fogjuk tudni hozni, mert ugye erre van itt most a legnagyobb szükség, és hát ugye mi ilyen szolgálattal élünk. Tehát szerintem az lenne a legfontosabb, hogy az ember ezt találja meg. És amit nagyon sokszor hangsúlyozok, illetve már az előző előadásban is pedzegettem, hogy nem a vágy a legfontosabb, hogy a vágy, mint olyan, az... Tehát, hogy ugye nem az a lényeg, hogy önös érdekeket szolgáljon ez az egész, hanem, hogy mindenkit szolgáljon. Tehát, hogy a jelenléteddel mindenkit szolgálj, és az ikerségnek, vagy ennek az androgűn jelenségnek az a értelme, hogy szerintem azért lett ez az egész kitalálva, és megmerem kockáztatni, hogy azért is lettünk szétszakítva, hogy erre rájöjjünk. Mert lehet, ha még most is egyben léteznénk, egy testben foglalnánk helyet, akkor nem jövünk rá, hiszen nem kezdjük el egymást keresni. Nem kezdjük el egymást keresni, nem kezdünk el ezáltal ugye tanulni és fejlődni, nem fejlődünk humánumban, toleranciában, de így, hogy hiányzik a másik, így, hogy szeretnéd ezt az egységet újra megjeleníteni, ezért kezdesz el hajtani. Ezért kezdesz el mindent megmozgatni, de még az Atya Úristent is megmozgatod, mert ez annyira kemény ügy, és annyira erős benned, mert annyira át akarod élni újra ezt az egységet, mert ez az eredeti minőségünk, mert mi ilyenek vagyunk. Most nem az eredeti minőségünkben létezünk, mert szétszakítva élünk. Ez nem az, ami az alapállapotunk. Ez idegen, ez távoli. Ami ismerős és tudott, az az egység, az, amikor egybe vagyunk, együtt létezünk, mi egyben voltunk, mi egyek is vagyunk, csak külön testben foglalunk helyet, és ugye a másiknak fáj a hiánya, hát hogy ne fájna, majd belepusztulunk, vagy legalábbis én, hát persze. De hát, ahogyan említettem, szerintem itt sokkal több mindent kell megvizsgálni, és sokkal több dolgot kell átértékelni, pontosan azért, mert itt csak nem csak önmagunkról van szó, hanem mondjuk úgy, hogy mindenkiről, és onnantól kezdve, hogy mindenkiről szó van, és már nem csak önmagadért, vagy a másikért vagy felelős, hanem a nagy egészért, ott már szerintem sokkal komolyabb ügyekről és tételekről van szó, amiket ki kell dolgozni. És mi ezt dolgozzuk ki folyamatosan mindenki a maga eszközével. De a mondandónk, a mondani valónk, a lényegiség az mindig ugyanaz. Az mindig ugyanaz. Ugyanarról beszélünk, ugyanazt mondjuk el, ugyanazt szeretnénk kialakítani, ugyanúgy, vagy akár ugyanolyan eszközökkel is tesszük, hiszen hát még ez is egyforma. Ebben sincs különbség, hát ennyire emlékszünk egymás valójára, vagyis arra az egyre, amiből ugye származunk. És hát ugye nagyon fontos lenne, hogy ez az egység, vagy ez a kétfajta energia újra összeadódjon, mert hát ugye a történet szerint ugye az androgűnök azért lettek szétválasztva, mert hogy nagyon erősek voltak. Mert ugye a két fajta energia összeadódott, és hát ugye Zeus úgymond ketté vágta őket, ezt az androgűn testet, ami ugye tartalmazta a nő és a férfi mintát, és akkor ebből lett a kétfajta ügy, ami, vagy ez a kétfajta principium, ugye, amit most látunk. De ha ez újra összeadódik, akkor újra meg tudjuk jeleníteni ezt a nagyon erős szeretet mintát. És egyébként szerintem ez az egypólusnak az elérés. Mert most nem egy pólusban élünk, hanem polaritás van. Az androgűn minta volt az egy pólus, ott egység volt, és ott csak az volt maga a szeretet minta. Az volt az egy, az volt az isteni állapot, az egység. De ugye minket szétszakítottak, és ez azt jelenti, hogy már két testben foglalunk helyet, ergo kettőség, dualitás él. Valahol mégis érezzük, hogy egyben vagyunk, de két testben foglalunk helyet, és pontosan az lenne a lényeg, hogy újra egyben legyünk. Azt nem tudom, hogy újra egy testben fogunk-e létezni, ezt folyamatosan kutatjuk. De hogy az energetikánk és a szeretetünk össze tud adódni, az biztos. És itt az a legfontosabb, hogy a szeretetünk adódjon össze, és ezt máshogy is meg lehet jeleníteni. Ezt nem muszáj úgy megjeleníteni, hogy mindenképpen mondjuk
Nem tudom. Tehát ugye, mert ugye nagyon sokan azt mondják, hogy az egység az arról fog, tehát hogy a szexualitás mondjuk maga az, amikor egyesülsz. De én ezt mindig hangsúlyozom, hogy szerintem nem az. Tehát, hogy nem az lesz a tényleges egyesülés. Lehet, hogy ez létre se jön. Nem az a legfontosabb, hogy szexuális úton egyesüljön két ember. Mert attól nem lesz újra androgűn állapot, attól nem lesz újra egység. Hát az egy jó dolog lehet, de szerintem, amit mondtam, nem önös. Szóval, hogy nem a vágyak fontosak ebben, vagy nem az, hogy a vágyainkat kielégítsük, hanem hogy szolgáljunk, és viszont a szolgálathoz meg az kell, hogy tudatilag egyesüljünk, tehát, hogy a szolgálatiságunkat tegyünk egybe, vagyis, hogy ugyanazt a célt szolgáljuk, azokat a humánus programokat futtassuk, ugyanazokat a mintákat adjuk át, és ez adódjon össze. Vagyis, hogy ez a kétfajta szeretet szolgáló lény, vagy személy, ez váljon egyé tudatilag, erkölcsileg, lelkiségben, örökségben. Tehát, hogy én szerintem az isteni szeretet, vagy az isteni szerelem az ez. Én ezt így tudom elképzelni, hogy ez a legnagyobb csúcs, a legnagyobb szerelem, ami létezik. Tehát amikor te Istenben egyesülsz valakivel, amikor te a jó szolgálatiságoddal egyesülsz, vagy abban, mert az ugyanolyan, mint a másik, és ugyanazokat akarod felemelni, és ugyanazokat az elesetteket, itt most nem név szerint gondolok, vagy nem személy szerint, hanem ugyanaz a missziód, és ugyanaz a vágyad. A vágy az itt nem a testi dolgokra korlátozódik, hanem inkább a vágy az arról szól, hogy te arra vágysz, hogy te megmentsd a világot, vagy a földet, vagy hogy lásd az elesettek mosolyát, amikor te felemeled őket, és te rendbe teszed őket, és te oda teszed őket, ahova kell, a helyükre, a megnyugvásba, a szeretet állapotba, abba a nagyon erős mintába, ami a legfontosabb itt és most. Ez az, amit mi keresünk. Ez az, amit mi el akarunk érni. És ez az ikerség. Ez a legfontosabb ügy. Nekem. Kicsi korom óta, gyerekkorom óta, de csak most tudom megfogalmazni igazán, ennyi idősen. Kellett hozzá ennyi idő. Most tudom elmondani azt, hogy mit érzek igazán, hogy miért küzdök, miért hajtok, és hogy az én számomra mit jelent ez az egész. Én nem akarok kisajátítani senkit. Én nem akarom kisajátítani azt, akiről szó van. Én engedni akarom őt szabadon. Én azt akarom, hogy ő szabad legyen. Szabad. És azt csináljon, amit akar, és úgy tegyen bizonyos dolgokat, ahogyan akar, és ahogyan neki jó. Amit én hangsúlyozok, az önzetlenség, a megengedés, a szeretet, mert én úgy gondolom, hogy a szabadság a szeretet. Amikor te másnak szabadságot adsz, az az igazi szeretet. Amikor te már nem vagy önző, nem kapaszkodsz, hanem elengeded azt, akit szeretsz. És te így szeretsz. És így lehet a legjobban szeretni. Ez az isteni szeretet. Ez az isteni szeretet minta. Ez az a minta, amiről beszélek. Mert szabadon lenni jó. Mert szabadon élni kell. Így kell élnünk. Így tudjuk csak átadni azt a nagyon sok mindent, ami bennünk van. Mert ha leláncolnak, ha gúzsba kötnek, ha megmondják, hogy hogy gondolkodjunk, hogy cselekedjünk, akkor nem tudjuk átadni azt, ami bennünk van. És ezért ugye mi áldozatokat vállaltunk, hiszen szabadon élünk, szabadon vagyunk, és mindent elengedtünk, minden korlátot, minden láncot ledobtunk, és csak megyünk, és megyünk, és csináljuk, és csináljuk. Mindenki a maga eszközével, mindenki ott, ahogyan tudja. És egyébként én is nagyon sok országban dolgozom, úgymond, igaz, hogy területileg egy helyen vagyok, viszont 50 országban hallgatják az előadásaimat minden hónapban. Ez statisztika, ez megvan. Tehát 50 országba jut el ez az egész. 50 országba jutnak el ezek a gondolatok, ezek a tételek, tehát mondhatjuk azt, hogy ez számomra rettenetesen csodálatos, hiszen ezért jöttünk ide, hogy a szétosszuk, szétszórjuk az egész világba, adjunk, áramoltassuk, ültessük el, mert ez lesz a mi boldogságunk, ez az igazi ajándék, hogy ezt mi megtehetjük, és hogy kiváltságként élhetünk és lehetünk. Na ez az igazi ikerség. Ez az igazi minta. Ezt kell elérni, ezt kell kialakítani, ezt ideig kell eljutni gondolatiságban, ideig kell eljutni lelkileg, szellemileg, érzésben, tudásban, mindenhogyan. Ezért küzdünk annyit, ezért dolgozunk ennyit, hogy ezt megjelenítsük. Ezért.
Mert érezzük azt, hogy ez a legkarakánabb, ez a legkerekebb ügy bennünk, ez az a totális egység, az a harmónia, ami számunkra jó, mert ez a jó. Én hiszem azt, hogy ez a jó, és érzem is, hogy ez a jó. Számomra nem jó más. Én már nagyon sok mindent leellenőriztem, én már nagyon sok mindent megnéztem, megvizsgáltam, nagyon sok emberrel találkoztam, de ahogyan mondtam, én semmiben és senkiben nem találtam meg így saját magam, mint ebben a dologban. Mert hogy ebben a dologban megtaláltam magam, és a tökéletes, önazonos valómat találtam meg, pontosan azt, aki vagyok, és akit én gyerekkorom óta keresek, és ez vagyok én. Ez a minta. És ha ennek a mintának van egy másik nemű megfelelője, a számomra az egy olyan dolog, ami leírhatatlan, ami pótolhatatlan, amiből nincs még egy, ami annyira fontos, hogy a szavakkal nem tudom elmondani, mert lehetetlen. Ezt csak érezni érezhetjük, de elmondani nem tudom elmondani. És lehet, hogy sose fogom tudni elmondani, és lehet, hogy soha nem fogom tudni úgy átadni ezt az egészet, mint ahogyan bennem van, de nagyon remélem, hogy ezt lehet érezni. Nagyon remélem, hogy vannak, akik egyébként nagyon érdekes, meg vannak, akik már ilyen 20-30 előadást is, vagy 40-et is meghallgattak tőlem. Hát ez egyszerűen, ez iszonyatosan megtisztelő, mert egyébként most már ez a 145-dik, és lehet, hogy az is lehet, hogy valaki az összeset meghallgatta, nem tudom, de hát, hogy én minden előadásomban ezt próbálom kőkeményen így előhúzni magamból, előrántani és átadni azért, hogy ez legyen, hogy ez megtestesüljön, hogy ez éljen, hogy tudom azt, hogy nekem az a dolgom, hogy én ezt odaadjam, átadjam, és hogy ez működjön, hogy ez legyen, hogy ott legyen, hogy ehhez bármikor hozzá lehessen nyúlni, hát ott van bármikor, tehát ez bármikor kézzelfogható dolog. Mármint olyan szempontból, hogy ezeket az előadásokat bármikor meg lehet ugye hallgatni, és hogy hát igen, azt is tudom, hogy az embernek a személye is nagyon fontos, de hát ez még egy következő fázis, ez még egy következő lépcsőfok. Egyelőre ezt most így tudjuk megjeleníteni, és szerintem később lesznek komolyabb projektek is, hogy legalábbis én nagyon sok projektet szeretnék létrehozni, hát mondjuk úgy, hogy ez már majdnem, hogy csak le is van írva, meg hát így a fejemben nagyon sok ilyen program él, rengetegféle terület, nagyon komoly ügyek egyébként, ez mindegyik nagyon-nagyon komoly ügy, és azt hiszem, hogy engem ez a dolog nevelt rá erre, pontosan ez az ikerség, mert amióta ugye én is ilyen vagyok, vagyis hát amióta tudatosan tudom, hogy ilyen vagyok, azóta még többet tanulok, még többet fejlődök, még humánusabb vagyok, még fontosabbá válik az, hogy az ember mindenkinek segítsen, mert azt hiszem, hogyha eljutunk ebbe az állapotba, az ikerség valamennyi stációján végigmegyünk, végig haladunk, akkor elérünk ide humánumban, akkor elérjük a mesteri szeretetnek a legmagasabb fokát, amiért mi ide jöttünk, mert hogy mi ezt keressük. És hát ezt is találtuk meg. És a két maci már ott ül egymás mellett a fotón.